Alapvetően ezek jó szándékú emberek. Jó szándékú, naív ember az mindig elhisz bizonyos dolgokat, amikről úgy gondolja, hogy az megoldás. Ők is úgy gondolják, hogy ez megoldás. Az első, amit mondani akarok, ez a köztársaságosdi. Ugye a 46 évi egyes törvény vezeti be Magyarországon a köztársaságot. Ennek konkrétan az volt az útja, módja, hogy a megszálló vörös hadsereg főparancsnoka Vorosilov magához rendelte Nagy Ferenc miniszterelnököt, és közölte, hogy ha másnap nem szavazzák meg a kommunista párt által beterjesztett köztársasági törvényt, akkor minden szem gabonát, minden élő állatot elvisznek Magyarországról. Márpedig az akkori miniszterelnök pontosan tudta, hogy Ukrajnába, ugye már évtizeddel előtte Sztálinék elvittek minden gabonát, minden élő állatot, minden élelmiszert, és durván 10 millió ukrán halt éhen. Úgyhogy kiadta a kisgazdapárt frakciónak, hogy aki nem akarja megszavazni, az jelentsen beteget, az ne legyen ott, de aki ott van, mindenkinek meg kell a köztársasági törvényt szavazni. Te is érted, hogy így lett Magyarországon köztársaság, annak ellenére, hogy az egyetlen valóban alkotmányos tényező, akit Mindszenty Józsefnek hívnak, és ő volt az első zászlós úr, tehát ez úgy van, hogy az uralkodó, az uralkodót helyettesítő nádor vagy kormányzó, ha ezek hiányoznak a magyar királyságról, nincsen ilyen, akkor az első zászlós úr, az esztergomi érsek, a következő, aki jogosult arra, hogy alkotmányosan összehívjon országgyűlést, vezessen országgyűlési üléseket, és helyettesítse ezt a két szemét, vagy háromat, mert ugye az uralkodó, a nádor, illetve a kormányzó az, aki az állam feje. Egyik sincs, és ezért Mindszenty József megóvja ezt a 46 évi egyes törvényt, azt mondja, hogy kérem szépen, nekem vétójogom van, mint az uralkodót helyettesítő alkotmányos személynek, és ezért ezt a köztársasági törvénnyel szembe vétót jelentek be, magyarul ez nem lehet érvényes, hiszen a történelmi magyar államok sora volt mindig királyság, erről esetleg a modern világban egy népszavazás dönthet, hogy az államforma megváltozzon Magyarországon. Mondja ezt Mindszenty József 1946-ba, 3 vagy 4 nappal azután, hogy az országgyűlés megszavazza a 46 évi egyes törvényt, ami bevezette a köztársaság. Magyarul Magyarországon köztársaság nincs. Ez egy illegitim fogalom, hogy köztársaság, hiszen még te se szavaztál róla népszavazáson, én se, meg más se. Tehát jogilag, szigorúan jogilag Magyarországon ma királyság van, az más kérdés, hogy ugye ez a de jure, tehát a jogi szempontból lévő kategória, viszont de facto, tehát ténylegesen valóban köztársaságként működik most is ez az Orbán féle áldemokratikus kormányzat, és az is igaz, abban igazuk van ezeknek a mattosoknak, hogy semmilyen joga nincs az országgyűlésnek arról, hogy a közvagyon kapcsán bármilyen döntést hozzon, de újra mondom, ezt azért tudják megtenni, mert nem vagyunk megszervezve, nemzetként, ha a magyarságot megszerveztük volna, és minden falun, minden városon közösségeink lennének, az országgyűlésen képesek lennénk abba a körzetbe, például, ahol Imre, te élsz, mondjuk te lennél a követ, és képesek lennénk téged a törvényhozásban bejuttatni,
és ott a törvényhozásba te felemelnéd a hangodat, akkor lehetne ez ellen valamit tenni. De ilyen petíciókkal, meg papírokkal semmit az égvilágon nem lehet csinálni. Itt fegyverrel lehetne ugyan valamit csinálni, de azt én biztos nem javaslom, mert túl sok vért áldozott már a magyarság a 20. században, így is, úgy is. Tehát az út, ahol meg lehet ezt a dolgot változtatni, az az egyetlen egy út, hogy választásokon le kell váltani a pártoskodókat nemzeti értékű, a nemzetben gondolkodó, igaz párton kívüli magyarokra. Na ennyit akartam elmondani neked, mert egyébként ezek jó szándékúak, ezek a mattosok, én tudom, csak nincs a kezükbe a varázsvesző, és papírokat irkálni értelmetlen dolog, csak akkor van értelme, ha közösségek alakulnak minden falun, minden városon, és a választókerületben meg lehetne a pártoskodókat szorítani.